Üdvözlöm, kedves barátaim! Itt a karácsony, mindenki készül és ünnepel. Tőlem is szoktak kérdezni, hogy hogyan telik az én karácsonyom, vagy a Krisna tudatú hívők hogyan ünnepelnek a karácsonyt. Akkor gondoltam, hogy akkor én elmesélek nektek a gyerekkoromról, a karácsonyról, amikor még jártam iskolába, Szovjetunióba, Ungváron. Mindjárt mutatom is nektek egy pár képet róla. Ungvár valamikor Magyarország volt, de szovjet időben ez kommunista, vagy szocialista város lett, ezért templomba járni szigorúan tilos volt, nem lehetett menni. És amikor közeledett a karácsony vagy ünnepek, akkor iskolában tanárok mondták, hát akkor nehogy valaki elmenjen templomba a misére, mert hogyha aki el fog menni, azt fogunk, kidobjunk a úttörőből. És akkor mentek tanárok és nézték, kik vannak ott a templomban. Beindítom egy kis videót, amit találtam, ami legalább azt a templomot mutatja, ahol jártam. Lényeg a lényeg, apukám is kommunista volt, munka miatt kellett, másképp nem kapta volna azt a munkát, de lényeg, hogy amikor szerintem még lehet, hogy még óvodába jártam, vagy első két osztály valamikor nagyon kicsi voltam, akkor anyukám titokba vitte engem, pont amit látjátok, hát a templom, katolikus templom, ami 1760-as években épült, és akkor úgy még az apukám se tudjon meg senki ne tudjon, mert akkor kirúgják apukámat is, nem csak minket iskolából, meg óvodából, hanem kirúgják még a apukámat is munkahelyről. Ezért mindig így titokban anyukámmal mentünk, és akkor ő mesélte. Mivel ez egy római katolikus templom, akkor mi tudjuk, hogy római katolikus templomban ott vannak a murtik, vagy a szobrok, és pont ebbe a ungári templomban az egész kombinálva képekkel és a szobrokkal az egész Jézus élete volt ábrázolva, és akkor így anyukám mesélte, tanulta, tanított engem, hogy ki volt a Jézus, hogyan született, hogyan várták rá, mi történt, miket tanított, hogyan tanított, mit csinált, és mi történt vele az élet végén. Szóval minden anyukától meséltem, és aki köztetek gyerekkorában volt ilyen templomokban, hogyha mesélne, akkor nagyon-nagyon átéltem az egészet, nagyon szeretem. Volt, amikor ez egy ilyen, volt, mikor csak először egy ilyen sima napon mentünk. És utána volt, amikor karácsonyi, tele volt a templom, karácsonyi misére mentünk, és nagyon jó volt, és van ja, a templomszoba, és van ilyen galériák, vagy ilyen balkonok. Ott látjátok, van orgona is. Akkor volt, mikor fönt voltunk, most pont a képen lehet látni ott az emberek fönt. Valamikor lent voltunk, és utána, mielőtt találtam Krisna tudatot, mindig jöttem ebbe a templomba. Általában egyedül mentem, és csak ott imádkoztam meg, sose volt kérdésem, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Szóval ez volt az én gyerekkoromi karácsonyom, amit nagyon-nagyon jó volt, és mesés. És most azt szoktunk csinálni, hogy hát ma találkozunk hívőkkel együtt Krisna völgyben, ott fogunk énekelni Hare Krishna mantrát,
fogunk egy kicsit vacsorázni. Aztán mindig szoktunk, valamikor karácsonykor, de általában 25-26, akkor mindenki, vagy többen közöttünk szokott ellátogatni a szüleinkhez, és akkor én mikor jövök, akkor van vacsora a családba, és ott mindig várnak, hogy meséljek a misét a Jézusról is, akkor amit olvastam, amit tanultam Bibliából, akkor szoktam mesélni, mert a Jézus tanításai nem különböznek a védikus tanításáról. Ő is saját példával is tanított, és ugyanakkor sok története volt, ami nagyon bölcs, és ez nagyon fontos. De a legfontosabb, amit ő tanított, hogy változtassunk meg a saját életünket, és gyakoroljunk lelki életet, vegyünk menedéket Istennek, Atyánál, vagy Krisnánál, mindenki, aki milyen, pont ez, látjátok ott a Máriának a ölébe van Jézus, ott a videóban, miután levetik a keresztről. Szóval, aki milyen tradícióban van, hiteles tradícióban, az a fontos, hogy nem csak higgyen Istenbe, hanem éljen is a tanításai szerint, az a legfontosabb. Oké, rendben, köszönöm szépen, akkor mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, hogy legyen helye Jézusnak is a mai vacsorán. Mindenki emlékezzen rá, hálával, és kövessünk az ő tanításait és a példáját. Ugyanakkor mindenkinek boldog új évet kívánok. Kicsit vártam, hogy megmutassa itt a templomot kívülről, ez belvárosban van, amúgy Ungvári. Írjátok kommentekbe, ki már járt. Na, pont, látjátok, itt van a bejárat, de csak röviden mutatja. Korzón van a templom. Írjátok kommentekbe, ki gyerekkorában a szüleivel, vagy nagyapával, nagymamával, bárkivel járt, vitték ki templomba, és mindent mesélték. Ki volt Ungváron, és ki volt ebbe a templomba? Ez a Szent György templom. Rendben, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Majd folytatjunk, és majd még találkozunk. Következő évben meg lehet még ebbe az évbe is. Sok-sok boldogságot kívánok, és Hare Krishna!